Minden évben egyszer rózsaszín fényben fürdik Budapesten a Lánchíd. Ezzel a merrák elleni szűrővizsgálatok fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet a szervezők. A merrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége. Magyarországon évente 9000 új esetet diagnosztizálnak. A mammográfiás szűrések a koronavírus járvány miatt hónapokra leálltak. Kásler Miklós miniszter vasárnap azt mondta az állami rádióban, hogy amíg valaki panaszmentes, nincs jelentősége, ha későbbre tolódik a szűrése, Felt hogy a legutolsó vizsgálattól számított három éven belül elvégzik azt. De ennek semmiféle további következménye nincsen. Az Európai Emlő Diagnosztikai Társaság legköszönő elnöke nagyjából egyetért a miniszterrel, de azt mondja, vannak kivételes esetek. Tényleg elenyészően kis százalék, akinek három hónap számít. Egy néhány eset tényleg egy központban egy évben, de sajnos ők, ők nekik árt a több hónapos csúszás. Forrai professzor szerint az is kérdés, hogy a járvány miatt elmaradt szűréseket mikor tudják pótolni. Jelenleg ugyanis csak korlátozott számban végezhetnek vizsgálatokat, fele annyit, mint korábban. A betegeket támogató civil merrák fórum alapító orvosa pedig a miniszter szavainak társadalmi üzenete miatt aggódik. A nőket egyébként is nagyon nehéz a két éves Két évenkénti szűrővizsgálatra rávenni, hogy eljöjjenek. A 45-65 év közötti nők két éven teljes szűrésén a behívottak 45%-a vesz részt, legalább 70%-os arány lenne megfelelő, mondják a szakemberek. A DK szerint Kásler Miklós véleménye a merrák szűrésről arról tanúskodik, hogy a miniszter alkalmatlan a posztjára. Pusztán azért, mert teljesen inkompetens módon nem voltak képesek az egészségügyet megszervezni az elmúlt pár hónapban, ezért valószínűleg ők százait sodorták veszélybe. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától megkérdeztük, hogy tervezik-e feloldani a szűrővizsgálatok számának korlátozását. Azt válaszolták, a kapacitások megvannak ahhoz, hogy minden jelentkezőt szűrni tudjanak, sőt, június 30-ától indulnak a többlet kapacitást jelentő vizsgálóbuszok is.